Papróbert Két dudás egy csárdában nem fér meg. Falu végi kis csárdában hosszú évek óta, minden este hajnal négyig felcsendül a nóta. Baj csak az, hogy két dudás van, ki egyszerre fújja, s ebből mindig nagy galiba van újra meg újra. Ha az egyik lassú nótát, szívszorítót játszott, másik rögtön gyorsba kezdett és boldognak látszott a kis csárda egyik felén andaloktak csendben, a másikon pörgő csárdás jártak önfeletten. Így esetkelt a sok táncos, púpis nőtt egy néhány, és kikapott egy pofont, el nem törte némán. És mivel a csárda gazda megunta a cécót, egy asztalra felperdülve intézett pár szép szót. Lássátok be, emberek, így nem mehet ez tovább. Hangosabb dudás maradhat, másik álljon odább. Kisorsolták, melyik kezdjen, s elindult a verseny. Fújta, fújta bőrdudáját hangosan, hogy nyerjen. A második fülhallomást hangosabban fújta. E pokoli hangzavart a szomszédság nem bírta. Fakanállal, söprűnyéllel megszállták a kocsmát. A hangosabb dudásunkról leverték a kocsmát. Kiporolták bő nadrágját, megadták a módját. Szegény dudás lógó fejjel hagyta el a kocsmát. Immár egy dudás maradt csak talpon a csárdában. Úgy húzta, hogy táncra perdült a szó is a fában. Azóta is minden este kezdődik a móka. Sajnal négyik nem szűnik meg, nem csitulanóta.